Sziasztok kedves Game Geek nézők! Ez itt a Game Geek egyik vlog videója. Vannak ilyen változások, amikről röviden, de tömören, amit éppen kell, szeretnénk beszélni, de annál többet nem. Igen. Aki akarta, úgyis észrevette eddig, aki meg nem, a hanyag videó kirakásunk azt a letöltési sémát nézd. Hanyag videó lerakásunk, miért nem írek el time-ot? A jelenfejlődés és, ha mondhatjuk, a itt Game Geek evolúció. Innen indul a timeline. Innen fog itt. Elindul. Innen elindul. Egy kis RPG játék. Hatalmas fejlődésbe kezd, aztán utána egy kicsikét hanyatlik a társadalom bukásával együtt. Ez itt valahol a pestis időszaka. Aztán az ipari forradalom újra fellendíti. Gőzgé. Várom a végén. Nagy tüzek, londoni tűzvész. Londonban? Igen, Londonban. Nem ismerős? Sült hal Tom Jones délután éte a rossz kaja, még rosszabb idő, kibaszott Mary Poppins, London! Ugye, Laci? A londoni tűzvész. Aha, ja igen. Úristen, leesett. Róma is leégett egyszer, nem? Hát, de az már hol volt? Az meg az ipari forradalom előtt volt. Szóval. És most elértünk az ipari forradalom után a tűzvészek, az újraépítések, a reformok korában. Ó! Oh. Amikor egy, mondhatni új világrend, sarjad a hamvakból, mint tündöklő főnix. Igen. És megpróbáljuk mindazt visszaépíteni, amit eddig sikeresen leromboltunk. Na, ez egy jó hozzáállás. Azt is lehet mondani, hogy amit úgy tervezgettünk, ez a több szempontú, általában az emberek középpont, az emberek középpontba helyezése és több szempontú nézetek átadása. Tehát több szemszögű gameplayre akar utalni. Igen, a Laci, igen, mondjuk. Amivel, kóp, ha már csak ketten vagyunk. Igen, amivel igazából elkezdtük magát a csatornát, igen. Hogy... Gergő, te merre vagy? Kéne az erősítés. Ja, főzök. De hát isteni. Isteni. Minél több szemszögből próbálunk nektek vágott anyagot biztosítani. Vágott anyagot, nem live-ot, vágott anyagot. Igen, ez sajnos minden esetben derékba tört, vagy technikai, vagy szervezési, vagy vágás technikai okok miatt. Igen, viszont sok probléma azóta már elmúlt, vagy kijavítódott. Könnyebben lehet igen. Szervezni, ez egy szomorú probléma, főleg, ugye, hogy minél kevesebb ember van, annál könnyen megszervezni sajnos, a programot. Sajnos, de ez egyben előny is, igen. És viszont a programok is fejlődtek, tehát az Action most már tud live-ot minden. Tehát ami régen örültünk, ha volt a, melyik volt a legelső, a felvevő program? Hát, ami egy az egybe vette fel, és te lelökte a videódat. Fraps. Tehát csak Frapsed volt, Fraps. Semmi másod. És utána kezdhetél okoskodni. Most már minden egyes platformnak, a Windowsnak, a Playstationnek, az Xboxnak van sajátja. Magának a Windowsnak is van saját gameplay felvevő programja. Nézd, az Nvidia-nak, az AMD-nek is van saját felvevő programja. Igen, amikor még az Action az altabot úgy jutalmazta, hogy törölt az egész addig munkádat. Ha kirépsz a melezéből, bármi történik, kapsz egy értesítést, fölörülik egy blokk, semmi. Kész, elszállt minden. Igen, jó, hogy felettünk négy szemszögből, négy szemszög csak kettő és fél van meg. Igen. Vagy jobb esetben kettő és fél, legtöbbször másfél. Igen, és egynek nincs hangja. Igen. Szeretnénk nektek minőséganyagot nyújtani. Próbálunk. És ez még mindig nem is az, hogy tervünk, hanem hát, nekünk ez... Ez terv, ez a tervünk és mottunk. Mondhatni mottunk, igen. Hogy ti csak minőségi anyagot nézzetek. Viszont a... Sajnos eljutunk oda, sőt, eddig nagyon sokszor az volt, hogy ezt így elterveztük, és akkor nem mindig sikerült. Most se biztos, hogy fog, de és éppen ez az, hogy most már csak olyat szeretnénk nektek ígérni, amit 99,9%-a be is tudunk tartani, kivéve, hogyha még egyszer leég a ház, vagy bejön a cunami, az oroszok megszállják Magyarországot, Trump lebombázza Észak-Koreát,
Bármi, igen, hogy aktuálisak legyünk, de igazából az a lényeg, hogy most már a tervezési fázisban megpróbáltuk belegyömöszölni azt, amit az évek meg a rutin alatt összeszedtük, hogy mi az, amit valószínűleg meg is tudunk csinálni, így van, és ez alapján tervezünk. Próbálunk igyekezni arra, amire eddig is büszkék vagyunk, hogy az index képeink és azok a golyók, amiket általában megtaláltatok, az mindig ránézésre meg tudtam mondani, hogy éppen milyen videót fogsz látni a Game Geek-en, és ezt szerintem már ti is használjátok tudat alatt, vagy valaki már tudatosan is, ismerek olyan nézőt is. Erre most is törekszünk, hogy ez így maradjon, úgyhogy ezt megpróbáljuk beskatujázni, betáblázni, hogy ezt ti is lássátok. Kicsit meg fog változni, ugyanis lesz olyan, ami 5 emberre vagy 4 emberre indult, például a szimulálunk, ami már így nem van. Fog tovább menni, 4-en ülünk egy kanapén és rögünk egy szimulációs játékon. Szimulátorjátékon, ilyen már ugye kvázi fizikailag lehetetlen, úgyhogy vannak dolgok, amik színek öröklődnek, de ezt majd szépen lassan szerintem fel fogjátok fogni, és majd mi is egy akár részletesebb Facebook posztokkal meg fogjuk magyarázni. Így van, így van, most az a lényeg, hogy egy kicsi változáson fogunk átmenni. A műsor minősége az nem változik, legalábbis reméljük, hogy rosszabb, nem csak jobb lesz. Ja, hát legalábbis úgy, ez a szándékunk. Hát ez a műsor minősége nem változik, ez egy kicsit kérdelem, mert gyakorlatilag új műsorokat találtunk ki. De a minősége nem változik. Oké. Ne szóljál be. De mivel eddig se láttad azt a műsort, akkor honnan tudod, hogy milyen a minősége? Melyik műsort? Például az offline-t. Az offline-t láttam? És ott a Geek Bro-t? Itt vagyok, nem? Mutasd a minőséget azoknak a műsor. Ne, oké. Jó lesz a minősége, okay. Mert mit csináljuk? Jó, oké. Nekem ne szóljál be. Meghunyászkodtál? Meg. Mondhatod. Tehát, a minőség változatlan, viszont a színek azok változhatnak a új műsorok. Kedves minőség változatlan, ha baszogatod az asztalt, mozog a kamera. Csak úgy mondom. De folytasd tovább, nem akarok beszélni a minőség változatlan dologban. Nem beszéltünk? Nem. Miről? Hogy én ki vagyok? Én ki vagyok nagyon. Az, hogy évek lejárt óta a vízumon Cortez-nek és vissza kellett menni a Mexikóba. Tehát, hogy miért ezt az ocsmány pofát kell nézzetek Cortez helyett? Mármint ezen kívül. Ja. Annak egészen költői oka van. És emberi, természetesen. Ahogy utaltál az előbb a munkahelyeinkre, az életünkre, minden változik, és az elmúlt években ugye egyre kevesebben lettünk, is. És ez Cortez-nél is beütött most már. És ennyi. Tehát, hogy kvázi azt mondta, hogy most nagyon belefáradt a videózásba, teljesen más. Ha most kéne, így mondom, ha most kéne videóznia, akkor is teljesen máshogy videózna, mint ahogy most jelenleg mi videózunk. Igen. És ezt ő emellett szeretne kiállni. Teljesen más utat képzel el az ő stílusában, ahogy ő megálmodta a videózást, az most már nem. Igen, és ezt szerette volna zárni, most pihenni szeretne. Ez a legegyszerűbb. Tehát, hogy igen. A Game Geek képvisel. Igen. Hát mindegy, most más. Más az annyi, hogy pozitívabb most, videózás oldaláról. Most, ahogy láttátok, azért mégiscsak többet tudok részt venni a csatorna munkájában. Hát és live ezt voltál, ott voltál a Crazy Carton, jött többet is live voltál. Ott volt a tártatúrán, az majd jön. Visszaszivárogni így a YouTube-erkeibe. A hullámsávokat megrovagolva. Ki leszünk a pléten? Tényleg? Még nem tudjuk, hogy és milyen felhozatalban, de ott leszünk. Ja. A visszaigazolást megkaptuk. Igen. Úgyhogy veletek, ott leszünk. Hú, veletek. Kéne kód kettőzni. Most aki az új kód kettő, úgyhogy tényleg az. Jézusom. Oké, nem. Jézusom. Hát, hogy már elmentünk a másik irányba. Az a lényeg, hogy kitáltunk új műsorokat, a golyókat láttátok, ezeket megpróbáljuk követni, és megpróbáljuk valami koncepciót adni a dolgoknak, és bővíteni, és egyben szűkíteni a csatornát. Igen. Szűkíteni abban a részben, hogy nem vállalunk olyat, amit úgyse tudtunk megcsinálni, vagy eddig összesen 2 videó jelent meg a műsor történetében, meg kitaláltuk a szimulálunkot, ami igen. Egy felvétel feldolgozása 4 videóban. És akkor most ilyeneket nem próbálunk kitalálni, kipróbálunk inkább egy olyan műsort, amihez van is kedvünk, energiánk, és fizikailag lehetséges felvenni. Meg és amit tényleg tudunk teljesíteni nektek, nem pedig az, hogy ami sajnos egy jó időben jellemző volt sajnos ránk, hogy nagy szavak, kis tettek. Most inkább lesznek a kis szavak, és akkor mindent tettünk, nagyobbnak tűnik. Hó. Az sose baj, ha többet csinálunk, mint ahogy mondtad az előbb. Így van. Így van. Minél több, annál jobb. A több mindig jobb, mint a kevesebb, Mike. A több a sokkal jobb, mint a kevesebb. Tehát megpróbálunk kevesebbet felvállalni magunkra, viszont azt
100%-ban átadni nektek és teljesíteni felétek. Igen, és ha nagyon töményen akarnám mondani, nem kell megérni, gameplay-szerű tartalom. Ugye úgy lesz a csatornán, ugyanúgy fogunk veletek beszélgetni, kontaktot tartani, ugyanúgy lesznek valószínűleg live-ok, reméljük, hogy ugyanúgy lesznek technikai bemutatások, mint ahogy a GeekTech-et megpróbáltuk elkezdeni, és extra dolgok is lesznek, mint például akár egy túra videó, vagy ha elutazunk valahova, az megmutatni nektek. Tehát, hogy kicsit túl a monitoron, túl a barátságon. Nem eszünk pudingot. Nem. Ez a lényeg. A puding. Köszönjük szépen, hogy ezt az összetekintő, megtekintőt megnéztétek. Reméljük, hogy kitekintettetek a betekintős jövőbe, amiben mi is beszeretnénk végre tekinteni. Ez megvalósul-e a rövid tettek, nagy tettek, kicsi vállalásokkal lévő dolog, amit próbálnak igenni. Nem rövid tettek, hanem hosszú tettek, kis hosszú vállalások. Tettek, rövid vállalással. Igen. Nagyon rövid határidővel. És rengeteg szponzoráció. Sponzor egy videó. Az nagyon sok. Nagyon sok, igen. Mondjuk majd, hogy hogyan kell gumicsirkével. És készített nekem nyakörvet, hogy beszélhessek. Mókus! De ez a tang! Ért valamit, hogy mindjárt megnézzük. Nem, csak már megint Instagram like. Aj, de hogy is. Laci felrakott két képet, amit én csináltam, és már rögtön felé lett az Instagramja. Mert a GG Oszira kirakta őket? Nem. Keressetek minket a Facebookon, mindenkinek van saját Facebook profilképe. Kurusnak is, Oszinak is van, nekem is van, a Game Geeknek is van, érdemes követni, ugyanis oda kirakunk dolgokat. Ha még sűrűbb értesítés halmazt akartok kapni, akkor lépjetek be a Game Geek Backstage Facebook csoportba, ugyanis a csoport teljesen más jogokkal és notification-ökkel rendelkezik, ott például mindenki megkapja valamit, kirakunk. Notification, milyen szép külföldi szavakat használok. Érdemes keresni a Steam csoportunkat is, ugyanis a live-okat ott eseményben meg fogjuk mutatni, most fogunk kort ezzel... ne haragudj, ezt kinövöm. Tehát Cortezen most fogunk elköszönni, de Oszival meg játszani fogunk, úgyhogy ezt ki fogom nőni. Igen, úgyhogy kedves mexikai... Ezt direkt csináltam, de jó hangzott. Na, tehát hogy az a lényeg, hogy törekszünk a törekedhetetlenség megtörésére. Így van. A kis dobozok meg mindenféle más arra való, hogy kövessetek minket, és menjetek a shoppunkba, és vegyetek Game Geek cuccokat, amiket mi sem hordunk, de legalább ti hordjatok. Nem, majd fogunk hordani. Nincs rajtam most semmi. Azért, mert levetted. Vedd fel. Mutasd meg. Mutasd meg. Szponzoráció. Tessék. Tükörben nem tudom, hogy akkor faszol. Nesze! Elviszi! Jön a pénz! Hallod, hogy jön! Utalják! Na, úristen. Köszönöm. Ez az ember, ez beteg. Elment egyszer a kórházba, azt mondták neki elmebeteg, csak ő azt úgy értett, hogy elmehetett. És egy mozzanattal nem utaltunk a gyönyörű háttérre. Milyen háttérre? Milyen háttérre? Oh, Sunshine Beach, tücsök, minden van itt. Na. Szeretnénk pénzt keresni. Kész. Oké, meghal. Oké, már. De ebben se keresünk pénzt. Jó, köszönöm szépen. Jó van, na. Tényleg, éjjel fogunk halni. Akkor tücsök, zenik. Miért sajnálod tőlünk azt az ezret, egy centet videónként? Talán nincs annyi. Mert szorázi jó, havonta egy ezret cent. Ó, még egy family friendly. Na, kész, oké. Most már kessék, darabolj fel egy kecskét. Vagy egy kisbabát, vagy bármit. Most már mindent lehet. Most már itt lenne az ideje, kismacskák vérébe fürödni. Oké, rendben, köszönjük szépen, visszatadásom. Menjetek visszajátszani. Szerbusztok, menjetek visszajátszani. Ez jó, köszönöm. Várjátok. Legyen új köszönés. Találjátok ki valami új köszönést, és csoport tetoválást. Na, csoport tetoválást. Feltetováltatom a sengem egyik partjára, hogy G, a másikra meg, hogy G. Na, gyönyörű, szépen, sziasztok. Sziasztok.